Sziasztok, Painful és ez itt egy újabb videó, méghozzá már csináltunk egy ilyen videót, ahol egy olcsó Premier League csapatot mutattunk be. Ezúttal egy olcsó Bundesliga csapatot fogunk bemutatni. 10k alatt van ez is, 9100 coinból összeépíthető ez a fantasztikus csapat. Ezt a csapatot nemrég építettem, de ahogy megcsináltam, nekem nagyon megtetszett. Amúgy pozíciómódosítókkal kihozható a 100-as chemistry, tehát amiatt ne aggódjatok, plusz hogyha már egy ideje játszanak ugye a csapatotokban, akkor ott lesz az a loyalty bónusz, ami ugyancsak király. Jelenleg nekem hővédesz csak kölcsönbe van meg, de majd meg fogom venni teljes állásba, nem tudom, hogy mondják ezt. Itt is a kapusból fogunk kezdeni. Bürki áll a kapuban, aki 700 coinért elérhető, szerintem ő a legjobb és legolcsóbb kapus, tehát a Bundesligában nem volt vele semmi problémám, tehát, hogy is mondjam, nem lehet róla sokat beszélni, nem kapott sok gólt, nagyon nagy védéseket mutatott be, azt tette, amit egy kapusnak tennie kell, úgyhogy tovább is lépek a bal hátvédre, aki Baba Rahman. Mindjárt nézem, hogy 750 coinba ból megvásárolható. Nagyon tetszik a játék stílusa, mert 86-os tempója van, 76-os cselezése, 74-es védekezése és 74-es fizikája, és ahogy láthatjátok, high medium a work rate-je, ami azt jelenti, hogy sokat támad és nagyjából visszajön védekezni. És az előző Premier League-es csapatomban is mindkét szélsővédőmnek ez volt a work rate-je, és ez a úgymond a kedvenc work rate-em. 3 csillagos gyengépikláb, 3 csillagos cselezés, nagyon sokat vesz részt a támadásokba, és ennyit kell róla elmondani. Nagyon gyors a védő, és ez segít az ilyen sűrlék, Douglas Costa, esetleg Kingsley Coman, tehát az ilyen védőket be tudja érni, és mivel 74-es a fizikája, ezért le is tudja őket védekezni, úgyhogy szerintem ő egy nagyon minőségi balhátvéd, és ugye csak 750 coinért elérhető. Toprak, aki elég sokba kerül, szerintem ebből a squadból talán ő a legdrágább, 1600 coinba kerül, és 5 csillagos gyengébbik lába van, ami azért egy középhátvédnél elég ritka. 76-os tempó, 86-os védekezés, 75-ös fizika és 67-es cselezés, de az igazából nem annyira lényeges egy középhátvédnál. Nagyon szolid középhátvéd, tényleg olyan, mint egy beton, nem nagyon lehet elvinni mellette a labdát. Ezzel a csapattal nagyon kevés gólt kaptam, ami szerintem ennek a védekező négyesnek plusz még a védekező középpályásnak is köszönhető. Úgyhogy Toprak a 86-os védekezésével és a 75-ös fizikájával nagyon jó középhátvéd. Mellette Hővédesz van, aki nem olyan gyors, 65-ös tempója van, de cserébe erős és 84-es védekezése van. Az előző csapatomban, a Premier League-esben is így volt, hogy az egyik gyors volt, a másik pedig inkább nagy és erős. Itt Hővédesz a nagy és az erős. Úgyhogy ők ketten, ők ketten alkotják a két középpályásokat és középvédőket. És Hővédesz 850 coinért elérhető átlagban. Na, ez a név, ez kicsit nehezebb. Brosinski a jobb hátvédem. Ugyancsak 86-os tempó a work rate-et, azt gondolom már tudjátok, high medium. 73-as dribbling, 70-es védekezés és 70-es fizika, mellé még egy 69-es passzolás, 3 csillagos gyengébbik láb, 3 csillagos cselezés. Ugyanazt tudom nála elmondani, mint az összes többi szélsővédőnél. Nagyon sokat segít a támadásoknál, de nagyon jó hátul is, ezért szeretem őt, és mivel tempós, ezért be tudja érni a jó kis szélsőket, akiket szeretnek a tempójuk miatt használni az ellenfelek. Na, tovább lépünk a védekező középpályásra. Húha! Zsilavuzsi talán? Zsulivazsi? Nem tudom. Neki nehéz neve van. Francia védekező középpályásnál maradjuk. 70-es tempója van, 82-es védekezése és 81-es fizikája. Nagyon erős, nagyon masszív védekező középpályás,
Tényleg ő az egyik legjobbja ennek a csapatnak, nagyon sokat segít támadásoknál is, nagyon sokat segít védekezéseknél is, de inkább egy védekező szellemű játékos, ami nagyon kell egy ilyen felállásnál, a 4-3-3-2-es felállást használjuk. És ez a játékos is 700 coinért elérhető, ami az ő kaliberénél szerintem nagyon-nagyon jó. És következzen egy borzalmas hajú kolléga, rossz ránézni, de talán azt mondanám, hogy ő a legjobb ebbe az egész csapatba, Sürle mellett és a francia kolléga mellett. 82-es tempója van, 85-ös cselezése, nem olyan erős, de jó a passzolása is. 4 csillagos gyengébbik láb, 4 csillagos cselezés, és ahogy láthatjátok, high-high work rate-je van, ami azt jelenti, hogy előre megy támadni, és hátra is jön védekezni, és ő tényleg egy olyan középpályás, aki akárhol vagy, ő ott van. Tehát, hogyha támadsz, ott lesz, kisegít, gólpasztad. Hogyha védekezel, akkor ott lesz, leszereli, előre fut, előre passzolja. És mellé ez a 4 csillagos cselezés valami zseniális. Úgyhogy ő nekem egy nagyon nagy meglepetés volt, hogyha haját nem nézzük, akkor zseniális egy játékos. És csupán 750 coinért elérhető. A következő játékos egy szabadrugás specialista, 5 csillagos gyengébbik láb, 4 csillagos cselezés, és 750 coinért elérhető. Az összes statisztikája az elég jó, tehát 74-es tempó, 80-as lövés, 80-as passzolás, 78-as cselezés, viszont ő inkább a támadó szellemű játékos a kettő középpályás közül, ezért is támadó középpályás. 57-es a fizikája, úgyhogy, és 41-es a védekezése, úgyhogy hátulra annyira nem ajánlom. De összvisz, nagyon jó játékos, nagyon sokat segít a támadásokban, és tényleg ehhez a felálláshoz ő egy létszükséglet, és a szabadrugásai azok pedig zseniálisak. A következő játékos az a bal szélső André Sürle, aki eddig 5 meccsen nálam 4 gólt lőtt és 1 gólpasszt adott, csak 3 csillagos cselezése van, ami szerintem érdekes, mert ez nem nagyon passzol ahhoz, amilyen jó élőben, de ez már mindegy. 4 csillagos gyengébbik lába van, 88-as tempója, 82-es cselezése, 81-es lövése, 74-es passzolása, és a fizikája se a legrosszabb, 67-tel. André Sürle, nálam ő dolgozta ki a legtöbb helyzetet, gyönyörű gólokat lőtt, egyszerűen fantasztikus játékos, folyamatosan küzd, medium-medium work rate, őnála inkább a támadása fontos, és csupán 900 coinnél elérhető, ami szerintem olyan olcsó, hogy ilyen jó játékos nem hiszem, hogy fogsz találni ilyen kevés coinért. Átmegyünk a bal közé, nem, mert jobb középpályásra. 4 csillagos gyengébbik láb, 4 csillagos cselezés, ami nagyon jó, és Mbolo, aki megjegyzem, hogy csak egy évvel idősebb nálam, ami elég szomorú. 86-os tempója van, 79-es cselezése, 79-es védekezés, az a 33-as védekezés, az gyalázat, 72-es lövése van. Ő nagyon jó játékos, tényleg erős és gyors, ami egy ritka kombináció, és egy nagyon jó kombináció, és még mellé jól is cselez, és high az attacking work rate-je, tehát nagyon erősen fogod dolgozni ott elő. Viszont ő nem nagyon lőtt gólt nekem, és meg gólpassz se adott. Ettől függetlenül úgy éreztem, hogy meccsekben nagyon erősen játszott. Az utolsó játékos, akiről beszélni fogunk, az Modest, aki számomra a legnagyobb meglepetés volt. 5 meccsen eddig 6 gólt lőtt, és 2 gólpasszt adott. Lőtt Mester 3-ast is. Fantasztikus ez a játékos. Kifelejtettem, Mbolo 700 coinért elérhető, Modest pedig 500 coinért is elérhető, én 600-ért vettem, de 500-ért is elérhető már. Ahogy láthatjátok, a statisztikái azok ilyen jó kis 70-es átlaggal megvannak, tehát 76-os tempó, 78-os lövés, 72-es dribbling, 80-as fizika, 64-es passzolás és 32-es védekezés. Ő egyszerűen annyi helyzetet dolgozott ki, és annyira jól fejezte be azokat, hogy engem nagyon meglepett, de természetesen ez a csapat, ami körülötte van, mind kisegítették Modestet abban, hogy fantasztikus helyzetekbe kerüljön, és Modest azt tette, amit egy középcsatárnak tennie kellett, mindig befejezte az akciókat, Sürle mellett,
Azt megjegyezném. Úgyhogy ez lenne ez a csapat. 9100 coinból megvehető, úgyhogy én nagyon ajánlom nektek, hogy próbáljátok ki ezt a csapatot. Nekem segített, és köszöntöm szépen a figyelmet. Hogyha tetszett, dobjátok egy like-ot, hogyha nem tetszett, dobjátok egy dislike-ot, és írjátok le a comment section, hogy miért tetszett, vagy éppen miért nem tetszett. Én Pénfu voltam, s a viszonthallásra.